végig be vannak deszkázva itt az üzletek előtt. Hát nem tudom, milyen lesz a felvételnek a minősége, de majd kielemezzük, és megígérem nektek, hogy legközelebb napfénybe, vagyis fényes nappal fogok bejönni ide nektek videózni. Akkor biztos, hogy jobb lesz. Hát miután fölkeltem kaja után az alvásomból, és megittem a kávémat, WC ablakból pont ráláttam a motoromra, és hát olyan rosszul éreztem magamat, hogy szegénykémet elhanyagoltam már régóta. Úgyhogy nagyon gyorsan jött ez az ötlet, hogy jöjjünk le, indítsuk be, és menjünk be Hollywoodba, mert ugye itt majd vannak fények, meg fényreklámok, meg minden, úgyhogy... Úgyhogy jöjjünk be. Most lassan el fogunk érkezni a Whisky Gogóhoz, ahol annó a tankcsapda föllépett már kétszer, azt hiszem. Az elsőnél eljöttem, nagyon jó buli volt. A másodikra is el akartam jönni, csak azért nem jöttem el a végén, mert meghallgattam azt az új lemezüket, amit bemutattak. És gyerek, itt a Whisky Gogó. Tehát meghallgattam a tankcsapdának az akkori új lemezét, és szörnyűködtem, és úgy voltam, hogy na én tőlem egy forintot nem fogtok látni. Nem minthogyha az jelentene bármit nekik. Na és itt van a híres Rainbow, ahol a Motorheadnek az énekese, Lemmy, itt szokott piálni, amíg élt szerencsétlen, Isten nyugosztalja szegényt. Nagyon nagy ember volt. Imádom a zenéjét a mai napig. Ez itt a Doheny Drive. És úgy igazából innentől fogva meg már vége a Sunset Boulevardnak, itt a kanyarú, na mint Sunsetnak hívják, egészen az óceánig lemegy. De ennyi volt a éjszakai élet. Úgyhogy itt most megyünk lefelé, és a Santa Monica Boulevardon meg vissza fogunk menni. Aztán a Laura kanyonon vissza haza. És ide van kirakva a Beverly Hills, tehát innentől már Beverly Hillsnek hívják a környéket. Itt mi elmegyünk balra. Ez már Beverly Hills. Beverly Hills. Valószínű, hogy a kamera itt nem fog úgy körülbelül semmit látni, mert nagyon sötét van. Úgyhogy ezen gyorsan itt keresztül megyünk, és jelentkezek utána. Ó, elfelejtettem, hát nekem a Doheny-ről kéne, hogy menjek, mert a Doheny-ről lehet balra kanyarodni a Santa Monica-n. Szóval ez itt a Doheny, itt most tolunk egy jobbost, aztán a Santa Monica-n meg egy balost. Ez itt a Santa Monica. Innentől a Santa Monica már egyenesen megy le az óceán felé. És itt van Beverly Hills.
meg West Hollywoodnak a találkozása, mert ez a környék itt, ez már West Hollywoodhoz tartozik. Akit érdekel, hogy hogy oszlik meg ez a területi felosztottság, az a Google Maps-en szerintem megtalálja. West Hollywoodról csak annyit kell tudni, hogy itt mindenki homár. Konkrétan. Hopp, itt valamit nagyon leromboltak, gyerekek, itt már nem is emlékszem, hogy mi volt. Mint hogyha itt lett volna egy rohadt nagy épület. Itt az egész blokkot lebontották. Majd az az igazság, hogy most a korona véget már nem adja vissza West Hollywood azt a feelingét, ami volt, hogy az utcán... undorító volt, ne haragudjatok, hogy ezt kell, hogy mondjam. Mindenkinek szíve joga, hogy hova akarja bedugni a pöckösét. De itt... na mindegy. Amit a Budapest Pride-on láttok, az itt minden áldott nap zajlott, minden este. És mindenhol a szivárvány színes dolgok. Ja, hát itt mindenki köcsög, de úgy telibe. Tehát nézzetek utána West Hollywoodnak, ez aki buzi, az ide jön lakni. Még egyszer mondom, ezzel semmi baj nincsen, addig, amíg mindenki otthon csinálja, és nem erőlteti rá másikra a nézőpontját. Csak hát ugye ez a tipikus esete annak, ja ott a szivárvány. Ez a tipikus esete annak, amikor csak a kis ujjadat nyújtod, aztán a végén könnyékig bekapják a karodat. Nem tudom, hogy mennyire lehet most már élvezni a videónak a minőségét. Hát sokat most nincs mit látni itt olyan sokat most. Tehát nincsen ez az éjszakai élet, mint amit megszokott volt. Itt nem számított az, hogy hétfő, kedd, szerda, csütörtök vagy péntek. Itt ment az undorítóskodás egyfolytába. Úgyhogy ezt kicsit majd behúzza a kocsijának a seggét, tudod mit? Menjél, fater, menjél, menjél. Én teljesen jó vagyok, hogyha mennél. Éttermeket átalakították ilyen kiülősre. Ha jól emlékszem, akkor a következő lámpa lesz a Crescent.
Gyere, beengedlek. Vehó. Ó! Látjátok? Színes, neonfényes AIDS-tesztelés ki volt írva, hogy HIV testing. Igen, ez itt a Crescent Heights, és ebből lesz a Laurel Canyon. Laurelt mondtam? Laurel Canyon. Balra húzódik és jobbra indexel. Hát most úgy néz ki, hogy a kanyonba be fogunk egy kicsit ragadni az autók mögé, közé. Itt van egy ilyen trükk, hogy a szélső sávnak muszáj jobbra fordulnia. Aki egyenesen megy, annak a bal sávba lenne a helye. De hát ezt kocsival is ugyanígy szoktam csinálni, mondjuk előttünk a Camry-s az nagyon pofátlan volt, én nem. De hogyha itt elmentek, a jobb szélen lent itt a házak előtt, akkor föl tudtok jönni az útra, ott ahol van az az étterem, meg az a vegyesbolt, amit mondtam az elején. Aki csak most kapcsolódott be, annak elmondom. Nagyon gyerekek, szerintem ennyi volt mára, mert most nagyon sok mindent nem fogtok látni. Köszi, hogy megnéztétek, ha tetszett, akkor nyomjátok meg a like gombot, subscribe-oljatok, ha nem tettétek volna még meg, és ha megosszátok, akkor nagyon megköszönöm. Na, sziasztok!
Thank you.
Elbasztom. Ó, gyere, csak kapjunk egy pirosat valahol. Gyere, kapjunk egy pirosat valahol. Itt légy szíves, ez de jó lenne. Mi ez? Lyukas a kipufogója, hallottátok? Ott kapjunk egy pirosat, gyere! Megnézzük, mennyire gyors. Álljunk meg, állj meg a pirosnál, na! Követ, ne fordulj mellett egy csicska, elveszítetted a kihívást. Na, gyerekek, nyertünk. Becsicskult. Vétek kikdin, jó? Call me on my cell phone late night when you need. Some challah.